olva, nem, mert fordítva. Sziasztok, Matilda vagyok, és elmúlt a november is, úgyhogy ideje egy újabb összegzős videónak. Az első könyv, amit novemberben olvastam, az Lila Bowen-től a Malice of Crows. Ez a The Shadow sorozat harmadik része, és erről a sorozatról szerintem már annyit beszéltem, hogy mindenkinek így egyértelmű, hogy én ezt nagyon megszerettem, ezt a sorozatot, és tényleg nagyon-nagyon jó. Ez a rész is jó volt, a szereplők folytatják a kalandjukat, és megpróbálják megállítani a gonosz gazfickót. Ezzel a könyvvel egy icike-picike problémám volt, és az pedig az, hogy ez egy ifjúsági könyv, tehát ez egy young adult könyv, és ebben a részben én ezt az ifjúsági részét nagyon éreztem. Végig azt kellett hallgatnom, hogy mennyire tetszik neki a másiknak, na mindegy. Szóval azt az egy részt leszámítva, azt az egy szálat leszámítva, az egy nagyon jó könyv, csak én azt a szállat így kivenném, vagy minimálisra csökkenteném, mert ha már a sipem totálisan agyon van verve, és halott, és esély sincs rá, akkor már ne tolják az arcomba a másikat. Ami kb. Az első könyvtől sejthető volt, hogy be fog teljesedni, de én azért még reménykedtem. De a reményem meghalt. Egyébként jó könyv volt, csak ez az egy dolog nem tetszett benne. A második könyv az egy klasszikus gyerekkönyv, ez pedig a Pán Péter. Igazság szerint a történet az ismerős volt számomra a Disney meséből. Hát ez is egy bizonyítéka, ez a könyv egy bizonyítéka arra, hogy a Disney mese nagyon más, mint az eredeti. Ugyanis miután olvastam ezt a könyvet, sőt miközben olvastam ezt a könyvet, közben rá kellett jönnöm, hogy Pán Péter egy ütnivaló idegesítő gyerek. Már az első pillanattól fogva, hogy fölbukkant és megszólalt, hát ez valami katasztrofális volt, egy önző kis dög. De és tényleg ez is, ugye én bennem az volt, hogy hát Pán Péter a jó fiú, Hook kapitány a rossz fiú, ez így az alapja, hát igazság szerint szerintem jobban szurkoltam Hooknak, hogy győzze le Pán Pétert, mert Pán Pétert egy kanálvízbe meg szeretném folytani. Azután, hogy elolvastam ezt a könyvet. És egyébként, ugye gyerekkönyv, de olyan brutális dolgok történnek benne, hogy nem tudom, hogyha én ezt gyerekként olvasom, szerintem egy hétig nem alszok. Olyan kaszabolások mentek, hát elégségedtek, hogy megöltem azt a nagy darab kalózt, és az ekkora kis, az nem látszik a kamerába, szóval az ilyen pár éves kis Michael azt így dicsekedve mondja az apjának, és így, úristen. Szóval soha ország a könyvben nem olyan csábító, mint a Disney mesében. A Disney mesékben mindig minden csábító, de nem, nem. Szóval G.M. Barrie-nek ez a története, ez elég megrázó élmény volt. De egyébként egy nagyon jó könyv volt. Nagyon jó teljesítményt produkáltam novemberben, mert hát összesen, mert egyébként ezt nem mondtam el a videó elején, de összesen 5 könyvet olvastam el, és ebből mind az 5 hosszabb volt. A Pán Péter volt a legrövidebb. Mindegy, elolvastam 5 könyvet, ez a lényeg. A harmadik könyv, amit novemberben olvastam ki, az egy kis karácsonyra hangolódás volt, ugyanis elolvastam Francesca Hornáknak a 7 Days of Us című könyvét, és szerint az a lényeg, hogy egy család karanténban van zárva 7 napon keresztül karácsony idején. Kicsit bővebben majd a most szombati videómban fogok erről a könyvről beszélni, úgyhogy most csak itt felmutattam, hogy ezt a könyvet elolvastam, és majd szombaton bővebben beszélek róla. Annyit elárulok, hogy ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és olvastatta magát, és szerintem ahhoz képest, hogy milyen hosszú, nagyon rövid idő alatt sikerült ledarálnom, és nagyon izgi volt, és nagyon jó volt, úgyhogy most is ajánlom, meg majd szombaton is ajánlani fogom. A negyedik könyvet, amit kiolvastam a hónapban, magamtól nem olvastam volna el, viszont örülök, hogy elolvastam, ugyanis magyarra kellett ezt a könyvet elolvasnom, és hát először megijedtem, mert 500 plusz oldal, és az nagyon sok. De viszont ezt a könyvet szerintem 3 nap alatt kiolvastam, ami azért meglepő, mert ugye, hát végül is kötelező olvasmány, meg nem az én tipikus műfajom, és 500 oldal, szóval meglepődtem, de tök jó volt, és ez pedig
Bulgakovtól a Mester és Margarita. Hát aztán mondani, hogy ennek a könyvnek igazából mi a története, szerintem kicsit bonyolult, elég sokrétű könyv. Az a lényeg igazság szerint, hogy a sátán Moszkvában marad egy pár napig, és minden a feje tetejére áll. És így nagyjából ez a központi témája. Az oroszoknak egyébként nagyon jó könyveik vannak, tehát a kötelező olvasmányokból az Anyagin is nagyon tetszett, vagy hát nem nagyon, de tetszett. És most Gogolt olvasok éppen, és az is tetszik. Szóval az oroszok tök jól írnak. Úgy van felosztva a könyv, hogy van a könyvön belül egy első könyv és egy második könyv, az első könyv olyan 270 oldal. Az a fele nekem a történetnek jobban tetszett, mert úgy éreztem, hogy az izgalmasabb, meg sejtelmesebb, meg ott kevesebb dolog derült ki. Szóval azzal a résszel én szerintem gyorsabban haladtam, mint a második felével, de a második fele is teljesen jó volt, de az első fele sokkal jobban tetszett. Úgyhogy ez egy tök jó könyv volt, és tök örülök, hogy végül is ezt olvastam el, és nem a többit, amiből lehetett választani, hanem ez maradt rám, mert ez egy tök jó élmény volt. Szóval ez egy pluszpont a kötelező olvasmányoknak. Az utolsó könyv, amit sikerült befejeznem, illetve kiolvastam ebben a hónapban, hát ez tartott a legtöbb ideig, mert kicsit nagyon szenvedtem vele. Ez pedig James Barclay-től a Once Walk with Gods, az Elves trilógia első része. Már most mondom, hogy nem fogom elolvasni se a második, se a harmadik részét, mert bár a történet egyébként érdekes, és érdekelne is, hogy mi történik a további kötetek során, és mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele. Nem fogom elolvasni, mert ez a könyv engem annyira untatott, hogy nem tudom rávenni magam, hogy még két kötetet elolvassak, ami ugyanígy van megírva. Ami sajnálatos, mert egyébként ez egy tök jó világ, amit fölépített az író, a történet is nagyon jó lenne. A lényeg az, hogy ezt a könyvet nem is tudtam rendesen olvasni, mindig így felvettem, és csak így futottam át a szememmel a sorokat, mert annyi felesleges töltelék csata jelenet volt ebben a könyvben, hogy de konkrétan fele, negyedennyi is lehetett volna a könyv. Fele ekkora vagy negyedennyi, mert tényleg, én nem tudom, de minimum a fele az volt, hogy vannak ebben a világban ilyen elit harcosok, és ők ilyen nagyon jól, nagyon profik az öldöklésben, nem tudom máshogy mondani, és ők folyamat, tehát arról szólt az egész könyv, hogy volt a történetünk, ami azzal lett kitöltve, hogy folyamatos harcjelenetek, most ötöljük meg, most ötöljük meg, most pedig őt, most megölünk egy egész csoportnyi szereplőt, és annyira érdektelenek voltak, és ezek ilyen hosszú oldalakon keresztül leírások a harcról. És én tudom, hogy ez fantasy, és végül is oké, hogy van benne csata, de egy filmben sem nézek meg egy olyan filmet, amin mondjuk egy 2,5 órás film, amiben 2,5 órán keresztül csak harcolnak, és semmi más nem történik, mert az egy idő után azért unalmassá válik, és ez volt nekem is a problémám ezzel a könyvvel, hogy harcoltak. Új, itt volt egy információ morzsa a történethez kapcsolódóan elhintve, de folytatjuk egy kis harccal, szóval én úgy éreztem, hogy elveszett a történet a sok csatározás között, mert szerintem azért azokat a csatajelenteket rövidebben is meg lehetett volna oldani, vagy kevesebbel. Oké, ezzel lehetett érzékeltetni, hogy igen, itt most nagyon sok konfliktus van, de nem mindegy, szóval nem bírtam már a végére, ezért nem is fogok megbirkózni a következő két résszel. Szóval ez nem volt egy túl jó könyv, rossz se volt, de igazából jó se. Én ezeket a könyveket olvastam novemberben, és ti mit olvastatok novemberben? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!